A római egyházat alapító két apostol, Szent Péter és Szent Pál ünnepe június 29-e, az egyház egységének és katolikus voltának ünnepe, mondta 16. Benedek 2005-ben. A hagyomány szerint mindkét apostolt ezen a napon végezték ki Rómában. Pétert keresztre feszítették, saját kérésére fejjel lefelé, mert nem tartotta illendőnek, hogy úgy halljon meg, mint mestere. Pált lefejezték, mint római polgárt e tisztes halálmód megillette. Az évfordulós ünnepről Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek elmélkedik. Ebben az esztendőben a katolikus egyház is több évfordulót ünnepel. Ünnepli a Fatimai Szűz Mária 100 éves megjelenését, ünnepli az országgal együtt Szent László király tróra lépésének és szentély avatásának évfordulóját, de ugyancsak ünnepeljük Szent Péter és Pál apostoloknak 1950 évvel ezelőtti vértanú halálát, hiszen az egyház történet hagyománya szerint a Krisztus születése utáni 67. év június 29-éjén egy napon, egy városban, Rómában egyszerre haltak vértanú halált. Sienkiewicz, lengyel író, a híres Quo Vadis című regényében megidézi ezt a jelenetet, ahogy a két főapostolt kivezetik a börtönből, más-más úton mennek a vesztőhely felé, a nép, a keresztény nép ott elvegyül a látványosságra összegyűlt sokaságban, törölgetik a szemüket, de amikor rátekintenek az apostolokra, akkor egyszerre megnyugodtak, hiszen az apostolok arcáról a közelgő halál színe előtt olyan megnyugvás és olyan Istenbe vetett remény tükröződött, ami őket is megnyugtatta, hiszen az apostolok, amikor visszatekintettek életükre, akkor látták, hogy nem volt hiába való, az a mag, amit elvetettek, szárba szökkent. Valahogy így adja vissza a gondolatot a híres regényíró. Tény az, hogy ma mindkettőjük sírja fölött hatalmas, gyönyörű szép bazilika áll, egyik a Szent Péter, a másik a Szent Pál bazilika. Eszünkbe juttatja az ő ünnepük az egyház apostoliságát, ahogy valljuk a hiszek egyben, hogy hiszek az egy szent katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vagyis azt, hogy apostolokra épült egyházunk van, és ezt a apostoli küldetést nekünk is folytatni kell. A középkori templomok bejáratánál a béletes ajtón lehetett látni a 12 apostolt. Ez azt fejezte ki, hogy az apostolok ma is jelen vannak az egyházban, tehát nem csak a múlt emlékei ők. Így például, amikor a római pápára is gondolunk ezen a napon, akkor őt mindig Szent Péterhez datáljuk. Nem az elődjének az utódja ő, hanem Szent Péter utódja. És ez a nap alkalom arra is, hogy imádkozzunk a mindenkori szentatyáért, hiszen maga Jézus is imádkozott Péterért, hogy megerősítse őt a hitben, és ő is majd megerősítse testvéreit a hitben. Ugyanezt olvassuk az apostolok cselekedetében, amikor Pétert börtönbe csukták, az egész egyház imádkozott érte. Mi is imádkozzunk a jelenlegi szentatyáért, hogy a Szentlélek 7 ajándékával töltse be őt, hogy bölcsen és erő teljesen tudja vezetni az egyházat Jézus Krisztus szándéka szerint. Eszünkbe juttatja ez a nap azt is, hogy a papi utánpótlás az valamiképpen az aratáshoz kötődik, mert Jézus mondja, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Magyar földön régen Szent Péter és Pál apostol napján vágták az első kévéket ezen a napon, mondván, hogy Szent Péter és Szent Pál apostol áldásával induljanak a mezőgazdaság legnagyobb munkájába. Kalocsán is papszentelés van ezen a napon, alkalom arra, hogy imádkozzunk papi hivatásokért. Ismét csak a magyar néplélek
hozzáköti a keresztény élet kezdetét és végét Szent Péter és Pál apostolnak az életéhez, mert ha valaki hitre tér a bűnös élet után, akkor azt mondják, hogy pálfordulás történt. És a halotti beszéd tanúsága szerint az a régi magyar pap író azt imádkozta a sírnál, hogy kérjük Szent Péter urat, hogy oldja fel a halottnak minden bűnét, mert neki adatott oldásra és kötésre a hatalom. Tehát valamiképpen még a halálban is Szent Péter apostol segítségét kérték. A két főapostol ismerte egymást, tudjuk az apostolok cselekedetéből, azután a leveleikből. Ismerettségük, barátság is volt, de ugyanakkor néha kritikával illették egymást, mert Szent Pál szemére vetette Péternek, hogy következetlen, amikor a pogányok közt van, megeszi a tisztátalan ételt, amikor a zsidók között, akkor nem eszi meg a zsidók számára tisztátalan ételt, és azt mondotta, hogy ezt így nem lehet tenni. De ugyanakkor Péter is kifogásolja Pálnál, hogy sok olyan nehéz dolgot ír, amit nem könnyű megérteni, és a tudatlanok elferdítenek. Minden esetre a Szent Péter, Szent Pál apostol ünnepi miséjében, az úgynevezett prefációban azt imádkozzuk, hogy a két apostol az ősegyházban egyik a hit megvallásában lett vezérlő tekintély, másik pedig föltárta nekünk hitünk mélységes értelmét. Ortega y Gasset, egy spanyol eszmetörténész mondja, hogy amíg Péter apostol visszaemlékezett Jézusra, és az emlékezéseit elmondta, ebből lett az evangélium, addig, miután Pál nem találkozott földi életében Jézussal, a jelenés nyomán és az apostoli tanítás nyomán gondolkodott róla, ebből lett azután a teológia. És mindkettőre egyformán szükség van, hogy egyrészt az evangélium hűséges ismeretére is eljussunk, és ugyanakkor azt mindig tovább gondoljuk, ahogy Szent Pál apostol is tette, hiszen a mindennapi életünk megkívánja, hogy azt a jézusi tanítást, amit az apostolok továbbadtak, mindig lefordítsuk a magunk életére, és azt próbáljuk megvalósítani, mert ekkor leszünk igazi tisztelői azoknak az apostoloknak, akik életüket adták tanúságukért. Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek gondolatait hallották.